Sziasztok! Csütörtök van, május utolsó csütörtöke, 28-a azt hiszem, és jövök a garázsba, mert kell egy babakocsi, mert úgy döntöttünk, hogy most, hogy kinyitottak mindent, egyébként íme a fantasztikus állapotban lévő garázsunk. Szóval most, hogy kinyitott minden, úgy gondoltuk, hogy meglátogatjuk a Budakeszi Vadasparkot. Úgyhogy babakocsi, be az autóba, lányok már kész vannak, én is összeszedtem a kajákat, és aztán indulunk. És drukkoljatok, hogy ne szakadjon az eső végig. No, megérkeztünk. Kicsit csöpög az eső, de nem vészes. Apa és Liza babakocsit választanak a Lizának. Annie itt van a sajátban. És reméljük, hogy nem fog újraindulni az eső. A büfé úgy látom működik, úgyhogy ebénálni fogunk tudni. Egyébként soha nem tudom eldönteni, hogy itt a patkányok direkt vannak, vagy egyszerűen ők itt vannak, mert szeretik ők is a madarak kajáit, de brutál mennyiségű patkány van itt mindig. Hát ott az etető végig tele van, nem tudom, látjátok-e így vastagon. Nem tudom, hogy ők direkt vannak-e. Cica! Szarka. Hol vannak a kacsák, Emi? Megmutatod, hogy hol vannak? Hol vannak? Ott vannak? Ott isznak? Igen? Vízet isznak. Mindenhol. Másik. Ott a csiga ez. Benne nincs. Nincs benne csiga. És hol van a gomba? Csiga ház fölött van gomba? Nincs. Ez mi? Gomba. És akkor a csigaház fölött van a gomba? Igen. Mi már kijöttünk, Liza és apa még megnézték a kacsákat, de most már ők is jönnek. Emi kezd nagyon kómás lenni. Emi! 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 Éka, béka!
Totál kóma. Hello! Sziasztok! Elaludtam én? Akkor jó. Halkan kell beszélni. Sziasztok! Már délután van, viszont menjünk egy picit vissza az időbe, mert nem indítottam el ezt a napot, csak a programot, mert hogy délelőtt a Vadasparkba mentünk ma. Május 28-a csütörtök van, és hát így 3 hónap sehova nem menés után, vagy hát nagyon minimális menés után úgy éreztük, hogy egy picit felszabadultunk most már, úgyhogy férjem kivette egy napszabit, hogy azért ne a hétvégi tömegben menjünk el, és elmentünk a Budakeszi Vadasparkba. És akkor vissza a jelenbe. 4 óra van, és nemrég értünk haza. A lányokat letettük aludni. A Liza még nem aludt semmit reggel óta. Emi aludt, hát egy ilyen 1/2 órát a kocsiban. Mekiben ettünk egyébként. A lányok krumplit, meg csirkefalatot. Mi pedig szendvicset. És hát reméljük, hogy mind a ketten elalszanak egy kicsit, és tudnak pihenni, és nem túl sokáig, mondjuk egy 5:30-ig hagyjuk őket, aztán felzajongjuk őket, hogy este le tudjuk őket tenni a szokásos 9 körül, és igazából nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, szerintem a férjem csirkeólazik, csirke kifutózik, épít, én pedig vagy nekiállok egy új kirakónak, pont tegnap este lettem kész az aktuálissal, vagy kavicsot fogok festeni. Még kitalálom. Van. Emília végül is nem aludt el, úgyhogy kivitte őt a férjem, és igazából semmit nem mozgott ma szegény, szóval ilyen szempontból nem volt jó ez a program neki, hogy ugye reggelizett az etetőszékben, aztán autósülés, aztán babakocsi, aztán autósülés. Szóval fejben nagyon fáradt, de fizikailag gyakorlatilag 2 lépett ma reggel. És annyi, úgyhogy kimentek a kertbe, és reményeim szerint a férjem a tyúkoknak a kifutóját csinálja, Emi pedig gondolom, vagy hintázik, vagy homokozik, vagy mászkál körülötte. Liza alszik, és 5:30 van, úgyhogy direktben nem fogom felkelteni, ki fogok most már menni a nappaliba, és szerintem nekiállok a vacsorának, és akkor így egy fokkal szolidabban van ő fölébresztve, és nem úgy van fölkeltve, hogy jó reggelt, hanem hogy háttérzajokra fölkel. Általában így szoktuk csinálni, hogyha már szeretnénk, hogy fölkeljen. Egyébként nála ez a 5:30-os kelés, ez nem annyira gáz, szóval ő van, hogy 4 körül alszik el, amikor ilyen 1:30-kor mondjuk letesszük, vagy 1-kor. Mert még játszik, dumál, olvasgat, böngész, mit tudom én, mit csinál? Böngészik. És nem szokott az esti rutinban problémát jelenteni az, hogy ő későn alszik el. Úgyhogy ez a 5:30, ez még simán belefér.
Nem tudom, hogy mennyire esett itt az eső. Ugye útközben esett nekünk, de nem tudom, hogy itt elég volt-e, vagy kell-e locsolni. Hogyha kell, akkor megyek locsolni. Mindig én szoktam, és egyébként tökre élvezem, hogy kikapcsol teljesen. Meg megmutatom majd a veteményest, most már szép nagy minden. És... ja. A vacsi az pedig hal lesz. Egy, fú, nem is tudom végül is, hogy miért vettünk, tengeri halat, valamilyen tengeri halat, fehér húsú filét vettünk, azt most kivettem a mélyhűtőből kb. Egy órája, és szerintem simán egy ilyen fokhagymás tejfölös trutyit, szószt fogok kikeverni, és a halat csak besózom, bepakolom egy ménaiba, vagy valami kerámiába, rálocsolom ezt a fokhagymás tejfölt, és mehet a sütőbe, és köreten még nem gondolkoztam, de ez ilyen viszonylag puha és szaftos lesz, szóval szerintem vagy egy rizs, vagy egy bulgur, vagy valami ilyesmi lesz a köret. A hangoskodás, de nem kelt föl, úgyhogy láthattátok, hogy bementem és fölkeltettem. Most 7:15 van, és már kint is van. Kapott egy icipici fagyit a kezébe, ezt meg is mutatom, mert annyira aranyos ez a kis fagyi. Szerintem. Szóval ez ekkora. Hát így látjátok a kezemhez, hogy mekkora. A Lidőben szoktuk venni, ilyen 12-es csomag, és 1000 forintba kerül, és nagyon-nagyon picike, és ezt így tök jó szívvel odaadom nekik is, mert nem olyan sok. Úgyhogy Liza kiment uzsizni. Kavicsokat közben lelakkoztam, azt is megmutatom, hogy hogyan néz ki. Találtál egy csigaházat? Edd a fagyidat! Szóval ők így néznek ki, takék. És itt a narancsok, itt száradnak, egyébként ezzel a lakkal fújtam le. Időközben a rizs is megkapta a kukoricáját, a halacska pedig ott sül. Egyre jobban néz. Szerintem az lesz most, hogy megvárom a halat, szerintem max 10 perc, addig válaszolok néhány e-mailre, együttműködős e-mailre, mert mostanában egészen sok jött, de egyiket sem szeretném elfogadni, úgyhogy szolidan és finoman, és legtöbbet angol nyelven elküldöm, elhajtom, visszautasítom, így kell szépen mondani, visszautasítom, és ha megsült a hal, akkor elzárom, aztán megyek ki, és szerintem kell locsolni, mert annyira nem tűnik nedvesnek a föld. Tyúkok háza. Epe. Tyúk kifutó. Ez ott lesz majd. És belenyílik majd a ház. Egy férj. Amúgy a játszóteret veszem, nem téged. És lett egy ilyenünk is közben. Liza, mi van itt? Megmutatod? Mi ez itt? Játszótér. És mi van rajta? Csúszda. Milyen színű? Piros. És a hinta milyen színű?
Kék és zöld. Te is jössz? A naphőse, alvás nélkül, csetelve, botolva, de mosolygósan. Tényleg egy hős. Jó, cipő.